Neki van egy zárt engine-jük, ez a Red Engine, ami szépen elketyegette a Witcher 3, vagy a Cyberpunk 2077 alatt, és azért tudott szép dolgokat mutatni. De ugye ez egy belsős engine volt, nem nagyon volt külsős feedback. Tehát azon kívül, hogy a játékosok persze megkritizálták a bugokat, meg és a többi, de magának az engine-ről, a kódbázisról, a működésről nem volt külsős feedback, ami viszont marha előnyös. És ugye ez az egyik előnye lesz például az Unreal-nél is, hogy a felhasználók adnak visszajelzéseket, és tömkelegébe küldik be logokat, errorokat, és ugye ebből ők ki tudják szemezgetni, hogy mik a leggyakrabbi problémák, mit kell előre venni és orvosolni. A következő felvetésünk, hogy milyen különbségek vannak a zárt és nyílt játék motorok között, aminek a megválaszolása elsőre evidensnek tűnik. És igazából meg tudjuk onnan közelíteni, hogy léteznek zárt eléréssel rendelkező motorok, amelyek a hozzáférhetősége valamilyen oknál fogva korlátozott. Amikor elkezdesz tanulni, és ugye itt a válasz a korábbiakban, ha jól emlékszem, akkor Zolinak vagy Tamásnak a kérdésére. És ugye korábban még többi olyan játékmotor is volt, amit... És az Unreal és a CryEngine esetében is ugye ez volt a helyzet, hogy annak idején fejlesztettek egy játékot, az Unreal-t és ugye a Far Cry-t, aminek a motorját aztán fölépítették olyan módon, hogy létrejön egy kódbázis, amit aztán tudnak licenszelni. És ezeknek a vonalán ugye kiépült az Unreal Engine, illetve a CryEngine, és ugye ezt elkezdték, hát mondjuk úgy, hogy bérbe adni, vagy odaadni más fejlesztőknek, hogy nekik ne a nulláról kelljen ezt elkezdeni. De az igazság az, hogy ez sok szempontból kiment a divatba. Egyszerűen azért, mert hogy aki nem fejlesztette korábban saját engine-t, az utána már lehetőséget kapott egy halom más megjelenő, ingyenes, vagy sokkal szelidebb royalty-val rendelkező engine formájában arra, hogy elkezdje a projektjét. És így aztán az Unreal-nek és a CryEngine-nek is ki kellett lépni erre a területre, aminek egyébként nagyon sok haszna volt. Én akkor hallottam erről a dologról, hogy ingyenes engine, persze akkor is voltak ilyen mindenféle ilyen kamu, meg ilyen egyszerűsítős megoldások, hogy tényleg egy komoly engine ingyenesen elérhető, talán 2014-15 környékén szólt egy barátom, és ugye majd az Unreal Engine meg amúgy ingyenessé tették, és akkor kezdjünk el vele játszani. Én valahogy így csöppentem be, aztán ugye a történet meg nagyjából, bár előtt is dolgoztam ilyen community managerként, meg teszterként, meg és a többi, volt egy ilyen ága a karrieremnek, a játékiparban, de ugye ez olyan, mint mikor először kapsz meghívást, nem tudom, soha nem cségóztál, valorantoztál akármi, de úgy beszippant a dolog, és akkor szaladnak bele a 100 meg az 1000 órák. Ez a 2014-15 környéken. Na de nem ez a lényeg, hanem hogy akkor vált ingyenessé például az Unreal Engine, és hát igazából azért ennek az előnyeiről is még majd kell beszélgetni. De amíg egy motor csak ilyen módon licenszelhető, addig ugye nem nagyon van hozzá forrás. Kezdőként, és pont itt egy korábbi kérdésre válaszol, ugye nem térsz hozzá, nem fogod kifizetni azt a pénzt, hogy te most elkezd megtanulni. És azok a cégek is általában azt csinálják, hogy licenszelik neked, de hozzák hozzá a technikai szupportot is. Tehát az oktatóik elmennek, és leoktatják az embereket. Lásd például ugye most a CD Projekt Red. Nekik volt egy engine-jük, és talán van ezt itt sorolom is, vagy itt a következő részben, nekik van egy zárt engine-jük, ez a Red Engine, ami szépen elketyegette a Witcher 3, vagy a Cyberpunk 2077 alatt, és azért tudott szép dolgokat mutatni. De ugye ez egy belsős engine volt, nem nagyon volt külsős feedback. Tehát azon kívül, hogy a játékosok persze megkritizálták a bugokat, meg és a többi, de magának az engine-ről, a kódbázisról, a működésről nem volt külsős feedback, ami viszont marha előnyös. És ugye ez az egyik előnye lesz például az Unreal-nél is, hogy a felhasználók adnak visszajelzéseket, és tömkelegébe küldik be logokat, errorokat, és ugye ebből ők ki tudják szemezgetni, hogy mik a leggyakrabbi problémák, mit kell előre venni és orvosolni. És ez például olyan szinten csapódott a Red Engine esetében, és hát ugye beleértve azt is, hogy ugye ott is persze nem tudom hány százan vagy ezren dolgoznak a CD Projektnél, de magának az engine-nek a fejlesztése az csak egy csapat. És van egy csomó marketinges, meg HR-es, meg pályadesigner, meg nem tudom, aki a grafikával foglalkozik, meg artist, meg és a többi. És ugye az a kis csapat nem tudta ezt a játékmotort úgy kezelni, ahogyan azt kellett volna, és jöttek arra is hírek, hogy hát azért már ott egy ilyen spagetti kód állt belőle össze, ami ugye elérte a fejleszthetőség határát. Mi lett a döntés? Ugye a mai témánk szempontjából ez azért annyira nem mellékes, ugye a Cyberpunknak és a Witchernek is a következő részét, most már Unreal Engine 5 alatt várhatjuk.
Viszont itt át tudok kanyarodni ugye a stúdióknak a belsős motorjaira, amire nagyon jó példa volt egyik oldalról a CD Projekt Rednek, a Red Engine-je, de nyilván egy csomó más ilyen is van. És ott van az EA-nél a Frostbite, az Amazonnak a Lumberyard, vagy a Bethesdának ugye a Creation Engine, ami ugye nem tudom, tizenvalahány éves engine, és nagyon szépen elketyegette egészen most a Starfieldig, de ők nem is nagyon tervezik ezt kidobni, hogyha jól gondolom, fejleszgetik, csiszolgatják maguknak. Viszont ugye ezek meg belsős engine-ek, ezekhez nincs hozzáférése. Tehát amíg nem kerülsz be a munkavállalói körbe, addig nem tudsz elkezdeni tanulni, vagy gyakorolni rajta. És itt még meg is egyeztem ezzel az idézőjelek között az aranykaritka effektet. Egyébként ez az IT világában, a fejlesztésben, üzemeltetésben nagyon sok helyen előkerül. Tehát ahol valami egyedi dolgot fejlesztesz, és valami egyedi dolgot üzemeltetsz, és évekig azt csinálod, és arra specializálódva, mondjuk, hogy még meg is becsülnek azon a munkahelyen, de ahhoz értesz, és nem nagyon tudsz belőle kilépni. Szóval most mondhatjuk azt, hogy tök jó lenne használni az EA-nek, az Amazonnak, vagy Bethesdának a belsős engine-jét, de az igazság, hogy hozzá vagy vele kötve ahhoz a céghez. Tehát még hogyha be is kerülsz egy kezdő projektjükbe, ahol téged megtanítanak erre, utána gyakorlatilag az köt téged ahhoz az engine-hez, vagy ahhoz a céghez, és azért az nem biztos, hogy szerencsés a mai világban. Jó sok ilyen aspektus van egyébként a munkavállalásnak még a játékfejlesztés területén, hát pont ugyanúgy, mint az informatika egyéb szegleteiben. Aztán vannak ilyen speciális esetek például, ez megint egy picit ilyen zárt, de egy nagyon érdekes történet. Nem hiszem, hogy van köztetek olyan, aki ne hallott volna ugye a Star Citizen nevezetű játékról, ami alatt egy időben a Star Engine ketyegett, és az meg egy zárt történet, amit bár még eredetileg a CryEngine-nek a 3-as verzióját vették meg, tehát licenszelték, aztán már ugye arra nem kérték tovább, tehát nem is fizették, mert ugye nem kérték tovább a supportot hozzá, hanem elkezdték egyediesíteni, ebből lett a Star Engine, aztán valószínűleg olyan jól sikerült megcsinálni, hogy eldobták az egészet a fenébe, és akkor most már ők is átköltöztek a Lumberyardra. Most, és itt pontot teszek a mondat végére, azért, hogy ne kelljen még jobban belemennem, de mikor lesz ebből tényleg teljes értékű multiplayer játék? Oda is írtam most, hogy kinél megnézem jobban, hogy peace. Oké, mert a témát lezárom, de erről ugye ez tipikusan egy olyan terület, amiről azért mindenkinek van valamilyen véleménye. Viszont praktikus épp picit mögé látnod, tehát így, mert amikor védik itt foggal körömmel, és csak nem bírom megállni, hogy bele nem menjek ebbe a témába, ezt a Star Citizen dolgot, meg ők azért hoznak is valamiket. Tehát az egy dolog, hogy 200 dolláros űrhajókat árulnak, meg a valódi pénzben fizethetsz biztosítást az űrhajódra. Azon csodálkozok, hogy ez legális. Mindegy, ugye összeszedtek, hogy 6-700 millió dollárt már mostanra a projektre, és még mindig nincs kész. Viszont, hogyha ezt elkezded egy picit így a játékipar, a játékfejlesztés szemszögéből nézni, és most ugye látod ott is, hogy hogyan haladnak, meg hogyan nem, de még az ilyen dolgokat is mögé teszed, hogy itt hogyan alakult a játékmotornak a licenszelése, meg át kellett menni egyikről a másikra, ez milyen folyamatokat generál egy cég életében, akkor az ember, hogy mondjam, tehát úgy hajlamos szkeptikus lenni például egy ilyen esetben. Oké, na tehát ők lesznek a zárt motorok, és igazából ez egy olyan témakör, amit azért praktikus ismerni, valami kis ismereteid legyenek róla, de talán evidens. Viszont van egy másik témakör, ami megint nagyon lényeges lesz, akár az engine vagy a keretrendszer választásánál, meg azért is, hogy azért nyilván tudj róla, hiszen van az engine-eknek egy olyan köre, és itt most egy nagyon általános példát hoztam, és senkit nem akartam ebből kiemelni, nem is ismerem az összeset, meg senkit nem akarok megbántani, meg újra mutatni senkire. Viszont van az engine-eknek egy olyan köre, ahol maga a keretrendszer működése zárt, és pont vagy azáltal, hogy a kódbázis is zárt, vagy valamilyen olyan eszközben hozod létre, hogy kapsz egy exe fájlt, most mondtam valamit, vagy egy keretrendszert, amit feltek, és akkor abban összetudod a dolgokat rakni, de nincs rálátásod, hogy a háttérben hogyan működik ez. Ugye ez alapvetően is az zárt forráskódú programoknak, rendszereknek azért egy nagy hiányossága, és hát ez azért itt is meg fog jelenni. És ugye itt például a kódoknak az újrahasznosítását, amikor bele kell nyúlnod mondjuk egy optimalizálási feladatnál, vagy valami egyedi dolgot szeretnél megvalósítani, amire az nem ad lehetőséget, egyszerűen nem tudsz belenyúlni. Mert ott van egy exit, ami föltelepül, aztán jó napot, tehát használod azt, amit kaptak. Én nem mondom, hogy ezek rossz dolgok, és egy csomó ilyen van, hogy mobil alkalmazást így össze tudsz legózni. De akár weboldalt, meg egy csomó mindenre vannak már ilyen megoldások. De azért összességében ez nem karrier, vagy ez nem perspektíva, mondjuk, amikor játékfejlesztés, vagy akárcsak fejlesztést szeretnél tanulni, hogy ha már mobil alkalmazásokat említettem. Így aztán
és most így direkt nem hoztam példákat, de egy csomó ilyen van. És ugye nem tudod, mi van a háttérben, milyen, hogyan, milyen spagetti kódot rejtenek ott el a zárt kód mögött, ennek milyen biztonsági aspektusai nyílnak ki, ez milyen behatással lesz ott a futás teljesítményedre, és a többi. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ezeket kerüld el, mert nincs benne az az igazán perspektíva. Tehát most megtanulod, beleteszed a kis időt, lehet, hogy még sikerélményed is van, mert létrehozol hip-hop egy alkalmazást, vagy egy játékot, és azért nyilván ez jut eszembe, mert ez leginkább a mobil alkalmazásokra jellemző egyébként, vagy ilyen nagyon egyszerű desktop-el, vagy ilyen ablakos játékokra, és a többi. De megint csak nincs benne az a perspektíva, ami téged fejlesztővé fog tenni a későbbiekben. Így aztán én azt javaslom, hogy azt az időt tedd bele valami értelmes dologba. Például ugye itt az oldalunkon elérhetünk egy ilyen 4 órás kis bevezető az Unreal Engine-hez, és nem tudom, valami nagyon jelképes összegér, amit még ráadásul vissza is kapsz, ha jól emlékszem, de jegy az egyben, tehát nem ilyen 50% meg ilyenek, el tudod végezni. És sokkal effektívebben tehát az a 4 órányi videó, meg még az a 20 óra, amit ott mellette elszöszölsz magadnak, meg kipróbálgatod, meg és a több, mint ha beletetted volna egy ilyenbe. Az átforrás kód az egyébként nagyon sok szempontból lövi a dolgokat. Oké. Na így aztán el tudunk jutni egy olyan megállapításra, amit itt a korábban tárgyaltakkal együtt, azért nagyon egyszerűen le tudunk fektetni, most itt el tudnám kezdeni sorolni az előnyeit a nyílt rendszereknek. Viszont ugye az előzőekben soroltaknak az ellenkezőjéről beszélünk esetükben, így aztán most azt feleslegesnek gondoltam ide újra fölvenni. Viszont ezekből adódóban az első játékmotoron, amit praktikus megtanulni, ott le tudjuk fektetni, hogy legyen olyan, ami számodra elérhető, ha egy mód van rá, akkor ingyenes, tehát a hozzáférhetősége is legyen nyílt, és ha egy mód van rá, akkor a kódbázis és a mögötte futó alkalmazáshoz is hozzá tud nyúlni. Optimalizálásnál, bármilyen egyéb fejlesztési folyamatnál erre már pedig szükséged lesz, és hogyha ebben perspektívát keresel, akkor ez csak ezeken fog előállni.